Minden szempontból emlékezetes a sikeredet Nyilasi Tibor búcsúja a Ferencvárostól. Idézze fel. Ez tény és való, hiszen tegnap a kupadöntő visszavágója megvertük a Honvédot, illetve a Kispest Honvédot, de hát utána a rendőrök meg minket, úgyhogy az ördögi kör bezárult. Most mi a hiteles történet? Mert ha azt mondod, hogy leégtek a vonalak itt a Nap TV-ben, és annyi bejelentkezés történt, és beszámoló, hogy látta Nyilasi Tibor? Hát én a mi oldalunkról látom, tudom, erre lesz majd reakció a rendőrség részéről, és tudom, már előre látom azt a kommunikét, ami az lesz, hogy a beérkező jelentések alapján itt minden pillanatban jogszerűen történt, tehát igazából én nem akarok ebbe belemélyedni, mert az igazat úgyse tudjuk, hogy mondjam, mi kimondani. A lényeg az, hogy az utolsó... Bocsássa meg csak azért, mert igen, ne legyen egy megválaszolatlan felvetés, mert egyrészt nem biztos, hogy így lesz, másrészt pedig pár perc ezelőtt ugye mondtam, hogy több telefon volt, Toriás József úr a független kisgazdapárt elnöke telefonált, és felhatalmazott, hogy közöljem, vagy arra kért, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kérik, mert ahogy ő fogalmazott, meg van szó szerint mondani, ma Fradit verik, holnap nem tudja ki. Igen, hát dr. Torgyán úr kiállt mellettünk annak idején a pozsonyi események után is, de ő egy ilyen magányos harcos volt, ilyen Don Quixote-szerű harcos volt, mert aztán elsikadtak a dolgok, és hát aztán minden meg lett magyarázva. Hát ezt tegnap megint átéltem, most nekem ilyen emlékezetes 4 évben volt, ilyeneket, ilyen veréseket átélek, ugye Pozsony, és hát Diósgyőrben is hasonló cirkusz lett volna, ha az ottani rendőrkapitány vagy az irányító nem dönt okosan és helyesen, amikor a tömeg be akart jönni, egyik pillanatra a másikra beengedte őket, gyönyörű ünneplés volt, fél órán belül kiürült a stadion, és Pestre érkezett a több tízer szurkoló, hiszen nagy fiaszta várt minket. Hát tegnap nem engedték be, de az egész ott kezdődött, hogy 20 perccel a mérkőzés előtt, hát hatalmas erővel, nem is tudom, a temetőből kibújtak, nem is tudom, milyen a rendőrök ott hátulról vonultak be, és körbevették a szurkolókat belülről, és már ott elkezdődött az irritáció, hiszen ilyen rendőri demonstrációt én nem láttam. Aztán úgy folytatódott, hogy vége volt a mérkőzésnek, és ugye hát ezek a fiatal emberek, ezek a szurkolók, akik örülnek, mert most korán sem volt arról szó, hogy a két szurkolótábor összecsap, hiszen az ellenfél, a kispesti szurkolótáborok egy nagyon kevesen volt, a kettő meg már hazamentek, hiszen nem az ő csapatuk nyerte meg a kupadöntőt. Hát olyan 200-300 szurkoló berohant, és innen kezdődött a cirkusz, amikor is a rendőrök különböző osztagai rohantak kutyákkal, hosszú porrázón. És hát a szurkolók, én voltam az egyik pekes ember, akit vállon odavittek a többi szurkoló elé a salakpályára, és hát ekkor megjelentek a huszárok. Hát lehet, hogy tudják, hogy nem szeretem a lovakat, de hát ennyire nem, hogy 5 ló között ott álljak, és ott kardlappal hadonászanak. De nekem nagy szerencsém volt, mert ezek a gyerekek, ez a 200 fős tömeg, ez körbevett engem, úgy, akkor nem történt mégsem, és innen elszabadult a pokol. Vertek hatan egy 10 éves gyereket, akkor a mi játékosaink odaszaladtak, hogy a gyereket megvédjék, akkor a Szejlert ütötte a rendőr, akkor a fotóriporter, akkor itt mindenki kapott. Hát egy óriási show műsor volt, ezt a Hitchcock megirigyelhetné. Éppen látható volt el te is a képernyőn, most éppen mást ütöttek téged is? Hát kardlappal hadonászott a Pali, kétszer eltalált, és én mondtam neki, hogy ne azzal a két mázsás jószággal gyere ide, gyere vívjunk meg, de hát ő nem hajlandó, de lehetett látni, hogy elborult az agyuk. Én nem őket hibáztatom, hanem azt, aki oda küldi őket, hogy ilyen formában csinálják a rendcsinálást. Most említetted, hogy az öltözőben, mert itt a folyosó már erről beszéltünk, a játékosokat is megverték. Többeket hát meg. Az öltöző hogy került? Pofa történet, úgyhogy ugye az a pár szurkoló, aki egérütat nyert itt a hajtó vadászatban, az berohant az öltöző folyosóra, és hát pont a játékosok mentek le, mert ugye kitört a botrány, és vonultak le, mert félmeztelen voltak, mentek be az öltözőbe. És hát a rendőrök, ugye a rohamosok berohantak a folyosó, és ott agyba fölbe vertek mindenkit, tehát köztük a játékosokat is, a Lipcse is. A Szejler is kapott, ő egy ilyen negatív hős volt, mert ő mindenhol kapott, a pályán is, meg a folyosón is. És hát úgy döntöttek, hogy nem veszik át a kupát, mert ilyen körülmények között ez teljesen méltatlan végjáték után. Aztán mégis kimentek, átvették, és aztán lecserdesedett a hangulat. A Nap TV stábja kint járt a helyszínen, és készített egy riportot. Nézzük meg, mit mondtak a jelenlévő. Több mint 2 órán keresztül tartott az út a fradi labdarúgóinak, míg Kispestről eljutottak az Üllői útra. Ott már tomboló, ünneplő tömeg várta őket, de a játékosok az öltözőbe menekültek, ahol remegve idézték fel a kupadöntő után történteket.
Az nagyon meglepő volt, hogy amikor már nem történt semmi, eljöttünk, akkor egy rovas rendőr odájött és hátulról rám vágott a kardjával. Meg is látszik szépen a nyoma. Hát nem is maga az fáj, hogy fizikálisan, hanem az, hogy amikor már tényleg semmi jelentősége nem volt, mert azt hiszem, hogy elcsitultak a kedélyek, akkor egy ilyen alattomos hátulról. Szóval érthetetlen számomra, hogy az egész fellépés érthetetlen. A manci vezérletével berohantunk, hogy egy srácot, egy radistát megmentsük, mert ott többen lebirkozták, megbilincsek és ütötték. Úgy érzem, jogtalanul, és oda mentünk, próbáltuk szép szobat, de nem lehetett. Rólam gondolom azt hitték, hogy szurkoló vagyok, mert farmerben voltam, úgyhogy így elkezdtünk ott hadakozni, végülis a gyereket kiszabadítottuk. Hát közben ért egy-két ütés, de hála Isten a Tibi ott volt, a Nyilasi Tibi, úgyhogy fejemtől 10 centire megállított egy gumibotot, mert hát ma még egyszer nem tudták, hogy játékos vagyok, mert civil ruhában voltam. Ha Tibi nincs ott, akkor azt hiszem, hogy most ott lennék még mindig. Azt nem ért az egész társaság, hogy miért jöttek be a rendőrök, és miért csinálták ezt a bajt, hiszen semmi gond nem lett volna. Legfeljebb bejöttek volna a szurkolók, és örültek volna, leszették volna rólunk a meszt, nadrágot, bármit, és szépen hazamentek volna. A Sportplusz következő számában, ami csak péntekre lesz utcán, itt többek még megszólaltak, így szurkolók is, és felvetik az egyik nagy kérdés, hogy mitől féltek a rendőrök, hogy talán megverik a saját játékosaikat a győzelem után, mert ha jól tudom, akkor Kispesti már nem igen volt a leváltón, amikor ez az ünneplés megkezdődött. Igen, hát ez mérkőzés előtt is várható volt, hogy óriási esélyünk van a kupa megnyerésére, és hát látszott, hogy a kispesti szurkolók nem igen jöttek ki a meccsre, hiszen nem akartak, gondolom én, támadási feletet adni. Hát, hogy mitől féltek a rendőrök, azt nem nekem kéne megtudni, de nem igen féltek, és tényleg szerencsétlenek eltorzult arccal se tudták, hogy hova rohanjanak, egy megzavarodott társaság benyomását keltett, és ami jellemző, hogy mikor ugye két órán keresztül cammogva jöttünk a busszal haza, a tízezres tömeg körbevett minket, és könyörögtek, hogy ne menjünk el, mert abban a pillanatban elmegyünk a mögöttük pajzsokkal és különböző harci tízben pompázó rendőrök nekik mennek. És milyen igazuk volt, mert mielőtt az ülőútra rákanyarodtunk volna, ott a tömeg ugye megállt, és ahogy elkanyarodtunk, Olaszországban láttam ilyen fáklyás szurkolókat, ahol a lelátón a meccs alatt tízezrével ugye vannak ilyen fáklyák. Itt egyetlen egyszerűen fiatal ember egy ilyen kis fáklyát tartott a kezébe, és ez jel volt a rendőröknek, és a szemünk előtt zajlódott az a roham. Tehát alig várták, hogy valami történjen, mert addig a tömeg békésen jött velünk, ugye. És nem tudtak mit csinálni, hiszen a buszon több videókamera volt, és fényképezőgép, és nem mertek neki rontani a tömegnek. És abban a pillanatban, hogy elkanyarodtunk, neki a tömegnek is folytatódott, de aztán meg lecsitultak a kedélyek, és nem volt semmi, hála Istennek, mert a tömeg aztán az ülőjúti pálya elé vonult. Ott fél óráig ünnepeltek, kicsit szórakoztatták magukat, örültek, és szép csendben hazamentek. Most egy szemtanú, itt a Laphasában én úgy számol be erről, hogy egy mérlet nyugalom. Egy fiatal rendőr azonban nem tétovázik, és övtáskájához nyúl, és előkapja pisztolyát, döbben csend lesz úrá mindenkin, senki nem mer egy szót sem szólni. A kék egyenruhás ember az ég felé tartott pisztolyjal forog körbe-körbe, egyesek csak a szemüket dörzsölik, ez nem lehet igaz. Igaz? Én ezzel nem csodálkozom, mert először, amikor ugye elkezdődött nekünk ez a 4 évünk, akkor ugye, mint edző, nem láttam így bele a dolgokba, de hát így végigkövet minket. Először csak rendőrök voltak gumibottal, most már 2 méteres gumibottal, most már lovakkal jönnek, kardlapokkal, és hát félek, hogy itt előveszik a dobtáras fegyvereket, aztán itt sorozat tűz lesz, mert ez felháborító, hogy ilyenek történhetnek ma Magyarországon. Én a 60-as, 70-es években jártam az átkos Fradi meccsekre, akkor is voltak ilyen, de korán sem voltak a rendőrök ilyen, hogy mondjam, demonstrátorok, tehát ott voltak, mi is kaptuk a magunkét, de soha nem így, hogy ilyen látványosan több ezer rendőr, meg különböző vízágyukkal, ilyen ősleletekkel kijönnek, ami nem is tudom, hogy pincetüzet nem tud eloltani, csak maga az irritálás. Hogy... Szóval olyan demonstráció van, hogy egyszerűen egy szemen hiányzik ahhoz, hogy mindig mindenhol a balhé kitörjön. Ugye utoljára ilyet 1992. szeptember 16-án láthattunk, de az Pozsonyban volt. Volt különbség? Hát ez a pozsonyi felvétel egyébként, amely most van a képernyőn. Hát annyi a különbség, hogy ott állarcosok voltak, itt meg nem voltak állarcosok. Hát itt vállalják. Igen, itt elvállalják. Én bízom abban, hogy ez soha vissza nem térő. Persze mit mondhat ilyenkor az ember, és bízom abban, hogy a labdarúgás az megmarad játék, és hát az ünneplés megmarad ünnepli. Tökéletesen egyetért. Tibor, eredetileg azt szerettük volna kérdezni, miért vonulsz vissza, fáradtságra panaszkodtál, azt mondod, nem bírod ezt a feszültséget.
Hát... A jövőbe látó, vagy mint például a Koltai úr, emlékszel, hogy a napokban pont az első mérkőzés után, a Ferencváros Kispest első mérkőzés után nyílt levélben fordult az illetékes vezetőkhöz, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, mert félelmetes a rendőrség fellépés, amit visszautasítottak. Így van. Mintha ő rendezte volna ezt az előadást, ezt most természetesen szarkasztikusan mondom. Nagyon ért ehhez, és ugye a tömeg között él, hiszen szurkolunk, és minden meccsünkön majdnem ott van. Hát ő ezt látta, de hát nem tud mit csinálni. Hiába ír nyílt levelet, hiába beszélgetünk róla, menj minden tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, és szívből gratulálok a kupa sikerhez. Köszönjük szépen. Egy elsődleges jelentést az eseményről, de az egy semmitmondó jelentés. Engem is fölháborít az, ami ott a pályán történt. Én mindenkor meg szoktam védeni a jogszerűen és határozottan föllépő rendőröket, de úgy tűnik, hogy ezúttal túllépték a törvényes hatáskörüket. A rendőrök egy rendkívül szigorú és részletes vizsgálatot rendeltem el, és beszéltem már a közbiztonsági helyettesével, a rendőrfőkapitánnyal, személyes konzekvenciákig elmenően kívánom föltárni a felelősséget az ügyben. Ha szükséges, akkor valóban a személyes konzekvenciák levonásáig. Tehát épp ezt akartam kérdezni, milyen következményekkel járhat, amennyiben valóban oktalan volt ez a rendkívül sajátos fellépés? Ki kell vizsgálni a részleteket, és a felelősséget tisztázni kell. Ha szükséges, valóban személyes konzekvenciákat is le kell vonni. Ilyen brutalitásra nem kerülhet sor. Na arra, hogy mennyi idő egy ilyen vizsgálat? Tehát magyarán lesz-e ideje ennek a kormánynak, vagy a belügyminiszternek, hogy érvényesítse a jogos... Én azt hiszem, hogy ez nem egy olyan bonyolult ügy, amit ne lehetne egy-két nap alatt kivizsgálni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és azt hiszem, hogy sokak számára megnyugtató, hogy valóban ezt a tűretetlen folyamatot megállítják. Én is köszönöm, ki fogjuk vizsgálni. Köszönöm szépen. Pest kupa döntő után a Bozsik stadionban történt rendőri fellépés ügyében. Kónya Imre közölte, hogy a levetített felvételek tanúsága szerint a rendőrök ezúttal feltehetően túllépték törvényes hatásköröket. Hozzátette, ha szükséges, akkor személyi konzekvenciák levonása sem marad el, hiszen ilyen fokú brutalitásra semmilyen körülmények között nem kerülhet sor. Az ORFK egyébként még a nap folyamán sajtótájékoztatót tart az ügyről. Az ORFK közbiztonsági főigazgató helyettese és a közrendvédelmi főosztály vezetője, remélem helyesen mondtam, és a Ferencváros kapusát, Szeller Józsefet is üdvözlöm itt stúdiónkban. A kedves nézők bizonyára már tudják az eredményt, meg ami utána is történt, időnként majd egyfajta illusztrációként a tegnapi mérkőzés után történtekről a kedves nézők majd láthatnak ismét képeket. A lényeg az, hogy a Magyar Kupa döntőjének visszavágóján, miután az első meccset a Fradi nyerte 3-0-ra, Kispesten 2-1-re nyert a Ferencváros, és aztán a végén történtek azok a dolgok, amelyek miatt hát egy kicsit botrányszag lóg a levegőbe továbbra is. Itt majd látni fogjuk ezeket a képeket, ezredes úr, de szeretném hallani az ön véleményét, hiszen lassan 24 órája már, hogy önök ezzel foglalkoznak a legmagasabb szinten. Amennyire tudjuk, itt délelőtt egyfajta ilyen, hogy is mondjam, csak nem válságstáb, hanem a legfelsőbb stáb is megtárgyalta azt, ami kinn a kispesti pályán történt. Igen, a magyar rendőrség vezetése megvizsgáltatta a kupadöntő rendőri biztosításának előkészületeit és a rendőri biztosítás végrehajtását. Az elsődleges vizsgálat végeredménye az, hogy a rendőri tevékenységnek vannak pozitív és voltak sajnos negatív taktikai problémái is. Uha, ezt én nagyon igazándiból nem értem, mert most itt megérkeztek a lovas rendőrök ide be a zöld gyepre, ezt például minek minősítették? Sajnos azt kell mondjam, hogy a biztosítás előkészületeinek tervezésekor és végrehajtásakor egyik fiaskónak értékeljük a lovas rendőrök beküldését a pályára. Ugyanis az előre kidolgozott tervek szerint a gyalogos rendőröknek egy kordont kellett alkotnia a Magyar Labdarúgó Szövetség és a két sportklub vezetőinek kérésére. Ha jól értettem, tehát kaptak egy kérést a legfőbb érintettektől, tehát a Labdarúgó Szövetségtől és a két klubtól. Igen, pontosan így történt. Ez hogy történik? Ez egy előkészítő írásban? Beszélgetés formájában történt, amiről rendőrkollégáink jelentést írtak. Nálunk ez egy szokásos gyakorlat, hogy minden fontosabb fokozott kockázattal járó labdarúgó mérkőzés előtt a Labdarúgó Szövetség, az illetékes sportklubok vezetői, a rendőrség
és a magánbiztonsági szolgálatok, akik egy ilyen rendezvény biztosításánál közreműködnek, képviselői leülnek, és egyeztetik a taktikai elgondolásaikat és igényeiket. Azt mondta, hogy ez volt az egyik fiaskó, hogy a lovas rendőrök bejöttek. Mi volt még? Sajnos fiaskóként kellett értékelnünk azt, hogy a biztosításkor két variánst dolgozott ki, és a tervekben két megoldást alkalmazott a biztosítás parancsnoka. Az első variáns az volt, hogy a szurkolókat nem engedjük be a nézőtérre, a fiesztára, tehát a kupagyőzelem ünneplésére. Ha netántán a szurkolók mégis a kerítésen áthatolva belépnek a nézőtérre, akkor átengedjük őket, és a sorfa szolgálatunk visszavonul, és a pályának csak azt a részét fogja lezárni, ahol a kupa átadás meg fog történni. Ez a terv elgondolása arra épült, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség és a két klub vezetése igényként adott a számunkra, mégis a tervezésnél ez hiba volt, és különösen az volt a hiba, hogy az első variánsről a biztosítás parancsnoka nem tért rá elég gyorsan a második megoldásra, tehát arra, hogy a nézőket beengedjük a nézőtérre, ünnepeljenek, és a pályának csak azt a részét biztosítjuk, ahol a kupátadás történik. Felhívnám a figyelmet azért olyan mozzanatokra, fiaskók mellett, ami rendőreink tevékenysége mellett azért pozitív. Én úgy gondolom, hogy ha a rendőri taktikai eljárásban egy-egy parancsnok döntésében van is hiba, de senkit nem ment fel az alól, hogy rátámadjon rendőrökre, a rendőrt lebírkozza, a rendőröket megdobálja kővel, a rendőröket szidalmazza. Itt például olyan képek láthatók, amikor egy fiatalember kővel megdobott egy rendőrt, egy rendőr kollégánk őt elők próbálja állítani, és itt lebírkozzák ezt a rendőrt, a rendőr kollégái segítségére sietnek. A lovas rendőrök is itt lépnek közbe, és ez a sokak által vitatott és felemlített kardlapozás is azért történt a lovas rendőrök parancsnoka szerint, mert látta, hogy a rendőr kollégáikra rátámadnak. Tehát én összefoglalóan azt tudnám elmondani, hogy a rendőri taktikai gondok lehetővé tették, hogy ilyen cselekmények kialakuljanak. Ezredes úr, engedje meg, hogy azért adjuk át a másik félnek is egy kicsit a szót. Köszönöm azért a tájékoztatását, azt még a végén majd lesz konklúzióként egy kérdés. Szejler József ott benn is megélte ezt, és időnként bólogatva, időnként szörnyülködve nézi ezeket a képeket. Most így 24 órával később, hogy látod? Hát borzasztó volt, azt kell, hogy mondjam. Tulajdonképpen itt elhangzott az a hiba, ami megtörtént szerintem, az, hogy a Fradinak van egy hatalmas szurkolótábor, a 15 ezer ember, aki most ezen a mérkőzésen kim volt, persze természetesen ez sokkal nagyobb szám. Kijöttek ezek az emberek azért, hogy ünnepeljenek minket, azért, hogy megünnepeljék a Ferencvárosnak a kupa győzelmét, azért, hogy megérinthessenek, hogy a mérkőzés után bejöjjenek a pályára, és ezek, számukra ezek a szenterekének titulált mezeket vagy szereléseket megszerezzék. Na most én azt hiszem, hogy ez a világ bármelyik táján, bármelyik stadionban helyén való, hiszen itt pontosan az előbb láttuk, azt hiszem, hogy a Szaúd-Arábiák, amikor bejutottak a VB döntőjébe, hogy hogy ünnepelték a szurkolók őket. És ezt megakadályozni egy ilyen rendőri demonstrációval, azt hiszem, hogy óriási hiba és nem labdarúgó pályára való dolog. Szóval én azt tartom itt először is óriási hibának, hogy valóban itt azt kellett volna csinálni, hogy levédeni azt a részt, azt a játékos kijárót, ott nyugodtan át lehetett volna adni a kupát, és utána mi úgyis oda mentünk volna a szurkolókhoz, akik szerintem nyugodtan bejöttek volna a pályára, mind ahogy ki is dobtuk nekik a mezőinket. Még egy utolsó lehetőség van, ezredes úr, legalábbis itt információadásként, milyen személyes következményei lesznek a rendőrség köreiben ennek az itt történteknek, a képen látottaknak? Az országos rendőrfőkapitány urat helyettesítő helyettese, ugyanis a Pintér tábornokul külföldön tartózkodik, dr. Túros András vezérőrnagy fegyelmi vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ez a fegyelmi vizsgálat a szakmai vizsgálatot követni fogja, és a fegyelmi vizsgálatban a döntések fogják képezni. Kit érint ez elsősorban ez a fegyelmi vizsgálat? Ez elsősorban a biztosítás parancsnokát, a biztosítás tervező vezetőket és minden olyan rendőrt, aki a biztosításban részt vett és jogellenes cselekményt követett el. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak.
Kispest kupadöntő utáni eseményekről. A rendőrség feltehetően túlkapást követett el, amikor megfékezte az ünneplő tömeget. A belügyminiszter rendkívül szigorú, részletes vizsgálatot rendelt el a rendőri fellépés ügyében. Tekintsük át még egyszer, mi is történt tegnap. A Magyar Labdarúgó Szövetség, a Kispest Honvéd és az FTC vezetősége a mérkőzés előtt, a tegnapi mérkőzés előtt egy héttel egyeztette a követelményeket, elképzeléseket, lehetőségeket, és nagyon fontos mozzanatként szeretném azt elmondani, megállapodtak abban, hogy amennyiben a Ferencváros nyer és kupát nyer, nem engedik be a sport a nézőket a nézőtére, és így próbálják meg azt biztosítani, hogy a kupa átadás megtörténhessen. Ki szeretném hangsúlyozni, nem a rendőrség ötlete volt, a rendőrséget erre kérték, ez volt a megrendelés. A Ferencváros vezetése vállalta, és a Kispest vezetése természetesen, hogy a nézőiket tájékoztatják, a mérkőzés befejezése előtt, ez gyönyörűen látszik majd a videón, a parancsnok az ávariensnek megfelelően beküldte a rendőr sorfalat, a szurkolók egy része mindenfajta felszólítás és kérés ellenére tevékenyen készült arra, hogy ők bizony beugranak és bent a pályán fognak ünnepelni. Időközben a szurkolók egy része egyre agresszívabbá vált a rendőrökkel szemben, megtámadták a rendőröket, a rendőrök elszántak arra, hogyha őket továbbra támadni fogják, továbbra is ilyen kőzápor lesz, továbbra is rendőröket akarnak a földre tetelni, akkor még keményebb fellépés következik, ezért a szurkolók aztán gyakorlatilag elhagyták a játékteret. Összességében úgy értékelhető, hogy a rendőri biztosításra történő felkészülés tevékenység az eredményes volt, szakszerű volt, ugyanakkor egyes rendőri taktikai, talán stratégiai elgondolások lehetővé tették azt, hogy ezen helyzet kialakuljon. Éjjelre én azt hiszem, hogy a világban még nem volt példa, hogy ahogy az edzőnket, vagy a folyoson a játékosoknak be kell menekülni az öltözőben, ott a rohamrendőrök úgy szaladgálnak és eltipornak szinte mindenkit, aki az útjukba kerül. Hát én nem tudom elképzelni, hogy a világ történelemben ilyen volt. Egy olyan szituáció volt, hogy berohant egy szurkolónk a pályára, láttuk, hogy többen is ráugranak. Nem értem, talán a rablógyilkosokra szoktak így rávetődni, hogy az a 8, nem tudom hány rendőr ott arra a szerencsétlen emberre ráugrott, tépték a haját, karját feszegették, úgy oda rohantunk játékosok, hogy engedjék el, és tényleg akkor vagy ők is magukhoz tértek, mert egy kisebb dulakodás után elengedték. És amikor már elcsitultak volna a kedélyek, akkor elindultunk a többiek, többi játékos felé, és akkor hátul egy rovas rendőr rám vágott. Hát szóval nem hittem el, komolyan mondom. Hát ezek a szurkolók, ezek azért jöttek ki. Ők azért a Fradi szurkolói, hogy mert annyira szeretnének ünnepelni bennünket. És hogyha ezt a keveset is elveszik tőlük ebbe az elég nehéz helyzetbe, akkor azt hiszem, hogy ott már nagyon nagy bajok vannak. Azonban még kétszer volt alkalmuk harapni, és a két magyar